felvonását, mert szívvel lélektől lélekig, és úgy gondolom, hogy ez karácsony előtt egy nagyon szép ünnepi rákapítás. Begin. It's okay. Okay. So, good evening. Jó estét kívánunk mindenkinek. And welcome. Üdvözlünk szeretettel. And the topic I was told is soul to soul, is it? Ez a ma este témája a lélektől lélekig. And actually, it's very interesting because a lot of people these days don't believe in the soul. Ez egy nagyon érdekes terület, mert a mai világban kevés ember hisz a lélekben. But it's the core of our being. De ez a létünknek az alapja. Not in a religious way, but in a very spiritual, practical way. Nem egy vallásos módon, hanem egy nagyon gyakorlati, szellemi módon értendő a lélek. And actually there are many, you know, words that have the word soul in them. Nagyon sok olyan szó van, ami tartalmazza a lélek szót. Psychology. Psychiatry. Psychosomatic diseases. A pszichológusok, pszichiáterek emlegetik a pszichoszomatikus megbetegedéseket. Because what is understood is that many of the things that come into our mind, into our attitudes, it's something inside, very deep, and this is the self, the deeper part of the self. És valójában, ami megjelenik a gondolatainkban, a viselkedésünkben, a hozzáállásunkban, az mind a lélekből, belülről fakad. I don't want to make this talk philosophical, I just want to make it practical. Nem filozófiai alapokra akarom építeni az estét, hanem a gyakorlati dolgokra. Because what we need for well-being, what we need for a better quality of life, are just some basic principles. Mert ahhoz, hogy jól érezzük magunkat az életben, ahhoz csak néhány alap dologra van szükség valójában. And to put those basic principles into life. És ezt a néhány alapdolgot kell átvinni az életünkbe. And it's not that we don't know those basic principles. I think we do know them. És nem arról van szó, hogy ezeket az alapdolgokat nem ismerjük, bizonyára mindannyian tudunk ezekről. But what happens? De mégis mi történik az életben? Amnesia. Elfelejtjük. Many people get amnesia. Nagyon sok ember amnéziába esik, elfelejti. And then they speak in the wrong way, think in the wrong way, behave in the wrong way. Beszélnek, helytelenül gondolkodnak, és helytelenül viselkednek. So there are many beliefs. Nagyon sokféle nézet és hit van. And the beliefs are right in themselves. Amik önmagukban helyesek. But these days it's not beliefs that are very important, it is the behavior. De a mai világban nem annyira ezek a különféle hitek fontosak, hanem a viselkedésünk. You know, many people say they believe in love, right? Many. Nagyon sok ember mondja, hogy ő hisz a szeretetben. But is the behavior loving? De vajon a viselkedése, a magatartása szerető? Is love just for two people I like? Vagy csak azt a két-három embert tudom szeretni, akit kedvelek? And it's okay to have animosity or dislike for others. És úgy gondolom, hogy helyes, ha ellenséges vagyok, vagy nem kedvelem az összes többi embert. It's okay, is it? Okay. Vajon erről van szó, hogy ez rendjén van? Is it okay to keep things, bad things of the past about other people in my heart? Vagy vajon helyes az, hogy más emberek múltjával kapcsolatban a rossz érzést megőrzöm a szívemben? Love means to forgive, forget and move on. A szeretet azt jelenti, hogy megbocsájtok, elfelejtek és tovább lépek. Is that possible? Lehetséges ez? What do you think? Mit gondoltok? It's possible. Oh, it's difficult. Vagy nehéz?
Possible, difficult or easy? Which of the three? A három közül lehetséges, nehéz vagy könnyű, melyik az igazi? Difficult. Difficult, but possible. De lehetséges. A nehéz is, de lehetséges. Because any burden I keep inside myself becomes a poison. Mert bármilyen terhet, ha sokáig megőrzök magamban, az méreggé válik. For my own emotional well-being, for my own mental well-being, for my own self-respect, I need to let go. És ahhoz, hogy a saját magam jól érezzem, és az öntiszteletemet meg tudjam őrizni, ahhoz ezeket a dolgokat el kell engednem. If I respect myself enough, ha igazán tudom tisztelni önmagam, I will decide I don't want negative thoughts, negative feelings, either about myself or anyone else. Akkor el fogom dönteni, hogy a negatív dolgokat többé nem akarom, sem önmagammal, sem másokkal kapcsolatban. Oh, it's okay to have a bit of negative thoughts. És nem lesz olyan gondolatom, hogy az rendjén van, hogy egy kicsit negatív gondolatom van. It's human. Mert ez emberi dolog. Yes. Remember one thing. My thoughts and my choices will create my reality. Egy dolgot ne felejtsünk el, emlékezzünk rá, hogy a választásommal döntöm el az életemet. A választási lehetőség határozza meg. Or somebody else's creates my reality. Vagy vajon az én valódi életemet valaki más teremti? Hmm? My wife creates my reality. A feleségem? My husband. Vagy a férjem teremti meg a valóságot számomra, vagy a gyerekeim? The inside of me, how I feel, my attitude, my level of contentment, I can create it. Hogy hogyan érzem magam belül, mennyire vagyok elégedett, ez mindig a saját teremtésem. Of course there are many influences, and of course there are negative influences. Természetesen nagyon sok befolyás van, és negatív hatások is érvényesülnek. Of course there are many problems. Természetesen sok probléma is van. But the more I see a problem as a problem, the more I get stuck on it. De minél inkább a problémát problémának látom, annál jobban leragadok nála. If I don't step back, I will not be able to deal with it properly. I'll be angry, I'll be depressed, I'll be hopeless. Hogyha nem lépek hátra ettől a problémától, akkor depressziós leszek, és reménytelenné válok. It's very, very necessary at this point in history. A történelemnek ezen a pontján ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. In whatever country we may be living. Bármilyen országban élünk. I have to now activate my inner system. Most aktiválni kell a belső szerveimet, rendszeremet. That system that makes me a true human being. És ez a belső rendszer az, ami igazán emberi lényét tesz. Don't mix up spirituality with religion. They are different things. Ne keverjük össze a szellemiséget a vallásos dolgokkal. Ez két teljesen más dolog. Spirituality is, I understand some principles of living. A szellemiség azt jelenti, hogy az életvitelemnek bizonyos szabályait megértem. And I put them into practice. És elkezdem gyakorolni. I do not theorize. Nem teoretizálom. The more I theorize, the more, you know, the more difficulties I will have. Minél több teóriát építek ki, annál több nehézséggel találkozom. Do any of you get stressed? Van valamelyikőtök is, aki stresszes helyzetbe került? Anyone get stressed? Yes. You know, the word stress once was used only for machines, eh? Amikor a stressz szót elkezdték használni, ezt csak a gépekre értették. In the early days, when the technology was not so good,
When a machine was used too much, they would say, it is stressed, we have to stop it for a little while. Amikor egy gépet túlhajtottak, és már tönkremenés fázisában volt, akkor azt mondták, hogy ez stressz, ezt ki kell dobni. But then they use it for human beings now. És most ezt a szót az emberi lényekre alkalmazzuk. Why? De miért? We work more like machines than human beings. Mert úgy, mi emberi lényként is úgy működünk, mint egy gépezet. Do, 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 do. More, 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 more. Csak tesszük, 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 és egyre még többet, még többet, még többet. Have, have, have. Csak legyen, legyen, legyen. I want, I want, I want. Ezt és ezt és ezt és ezt akarom. Right now. És azonnal. This will produce a lot of stress. És ehhez a hozzáállás rengeteg stresszt hoz létre. And you see, when a person is insecure inside, és hogyha belül egy bizonytalanság érzés van, most people are, és ez legtöbb embernél fennáll, they think the more they get, the more secure they can be. Úgy gondolják, hogy minél többet kapnak, minél többen rendelkeznek, annál nagyobb biztonságuk lesz. Three houses will not give you security. De ha hiába van három házunk, attól nem leszünk biztonságban. My brother has married 5 times. A testvére 5-ször házasodott. My mother gets headache. Anyukájának sok fejfájást okozott. She says, I know, your brother, what's wrong with him? Az mi, hát ez a te testvéred, de hát mi történt vele? Mi van vele? She feels a bit guilty, because she thought maybe thinks she's not a good mother. És még bűntudata is van az anyukájának, hogy talán az az oka, hogy ő nem volt jó anya. You forget it, you know, he's leading his own life now. Whatever disaster he's making, you know, he's choosing those things. És aztán azzal vigasztalom az anyukámat, hogy azt mondom, ne aggódj érte, ő választotta ezt az életet, but ez az ő dolga. But sometimes says, I want to say hello, how are you and your wife? But you know, I forget which wife it is. Sokszor szeretném üdvözölni a feleségét, de még meg sem merem szólítani, mert nem is tudom, melyikről van szó. And what if I say the wrong name when one of his, you know, his wife answers the phone, it might be someone else. Vagy ha telefonálnak, nem merem a nevet kimondani, hogy nehogy másnak köszönje, vagy más nevet használja. I said, you know, you have to stop worrying about others. You know, he's 50 years old now, so he's a grown person. He knows what he should be doing. És azt szoktam mondani az anyukámnak, hogy ne aggódj miatta, meg senki miatt, végül is 50 éves, hát tudnia kell, hogy hogyan kell élni. You know, Italian mothers always think that their children are babies, you know. Az olasz mamák mindig úgy gondolják, hogy a gyerekük bébi marad örökre. In Hungary also. Not only the Italians. In Hungary also. Yeah, especially the sons, eh? Különösen a fiúkra mondjuk, a kisfiam, még ha 70 éves. Yes, European problem. Ez egy európai probléma. Yes. The point is, often we worry about things we cannot do anything about. És a problémát, vagy a gondot az jelenti, hogy azok miatt, a dolgok miatt aggódunk, amiken amúgy se tudunk változtatni. And so worry is a kind of fear. Tehát az aggodalom, az egy típusú félelem. But also I doubt. Ugyanúgy a kétség. And this creates a lot of stress. És a stresszt ezek a gondolatok hozzák létre. Many different things create stress. Különböző dolgok hozzák létre a stresszt. And one of the big things also is being too dependent on the opinion of others. A másik nagy okozat, hogy nagyon függünk másik emberektől. And allowing the self always to be pushed by life and other people. És megengedjük, hogy az élet úgy nyomjon bennünket előre, vagy akár egy másik ember, hogy hajtson előre. I mean, no matter where I'm working, függetlenül attól, hogy hol dolgozom, and who I have to interact with, vagy kikkel kerülök kapcsolatba a nap folyamán, and no matter how nervous they may be, de akármilyen idegesek ők,
I make a firm decision not to be influenced. Nagyon szilárd elhatározásra kell jutnom, hogy ne kerüljek a befolyás alá. You know, I was teaching students for proficiency English. I had a group of 18-19 year olds. A 18-19 éves csoportban tanított angol nyelvet. And you know, it's a very difficult exam. És egy nagyon-nagyon nehéz vizsga volt. Even English people would not pass it, you know. Az angol embereknek is nehéz volt átmenni ezen a vizsgán. And so I knew a lot of these students, though they were good, they would not pass this exam. És tudtam, hogy bár jók ezek a diákok, de ezen a vizsgán nem fognak tudni átmenni. You know, and I had the parents and I had the director of the school pushing me, you know. És az iskola igazgatója meg a szülők is úgy nyomták őt előre, hajtották. Give them more homework. Make them write more. Make them this. Még többet. I said, you know, they'll hate the language if they have to keep doing all of this. Úgy mondták a szülők, hogy még több házi feladatot adjon nekik, még többet foglalkozzon velük, és azt mondta, hogy de hát megutálják a nyelvet, ha én ezt teszem velük. And so I made I would do my best. Megtettem, but amit tehettem. My thought was they should love the language. They should have a good feeling for it, not just learn to pass an exam. Tehát mindent megtett, de az volt a gondolata, hogy inkább szeressék a nyelvet és élvezettel tanulják. What I'm saying, sometimes we are in situations we can't get out of them. Néha olyan szituációba kerülünk, hogy nem tudunk belőle, kilátástalan. You know, as a teacher, I had to teach that, you know. But within that, you can always get some wise strategies. Mivel tanár voltam, tanítanom kellett őket, de ezen belül valamilyen bölcs stratégiára volt szükség. A basic principle of life is, I am never a victim of a situation unless I choose to be. Egy nagyon fontos alap szabály az életben, hogy soha ne tekintsem magam egy áldozatnak. Are you? Are you a victim of a situation? Vagy a szituáció áldozatai vagyunk? Nem. Nem. Don't say igen, no? It's nem. Erre nem mondjatok igen. No. You know, I must choose other attitudes. I must think more deeply. I must not allow anyone to take away my respect. Sokkal mélyebben kell gondolkodnom, és nem szabad hagynom azt, hogy mások befolyással elvigye a tiszteltemet. But I mustn't be aggressive either. I shouldn't be violent. De nem szabad, hogy agresszív legyek, vagy erőszakos. With peace, I get clarity. Hogyha békés vagyok, akkor megvilágosodik előttem minden. And when I'm clear, I can make right decisions about things. És ha a dolgok világosak előttem, akkor helyes döntést fogok hozni. But you know, if I'm upset, I have fear or I have anger. De hogyha nagyon gyorsan kiborulok, félelem van bennem, vagy haragszom. I always make big mistakes. Nagyon nagy hibákat tudok elkövetni. Especially from here. Right? Különösen a szánkon keresztül. You know, because once you say something, mert mondunk valamit, if it's aggressive, és az ha agresszív, people don't forget. Azt soha nem fogják elfelejteni az emberek. They have good memories. Mert a memóriájuk nagyon jó. And that's a problem. Sometimes people have good memories for bad things and short memories for good things. És a probléma az, hogy nagyon sokszor olyan dolgokat nem felejtünk el, amit el kellene, és fordítva. So, you know, so think before speaking. Tehát gondolkodjunk, mielőtt beszélünk. Not to keep having regrets. Ne legyen bennünk semmilyen megbánás vagy sajnálkozás. But getting back to this inner system, so that I can master and direct my outside reality. Hogyha visszatérek ehhez a belső rendszeremhez, akkor el tudok bánni az összes dologgal, ami kívül van. And this is spirituality.
És mestere leszek ennek, és ez jelenti a szellemiséget. Going back to my natural resources again and again and again during the day. A nap folyamán visszatérek ezekhez a természetes forrás erőforrásokhoz, amik bennem vannak többször a nap folyamán. Not only Christmas time. Nem csak karácsony idején. Christmas time, yeah. Or Easter. Vagy húsvétkor. Is it? Good wishes, happy Christmas, happy Easter, happy only for two or three days. Az ünnepeken kívánunk boldogságot egymásnak, de ez csak két-három nap. Well, isn't it good a little bit longer? Nem lenne jobb, hogyha ez a jó kívánság tovább tartana? But if I want good quality and I want good things for longer, I have to step inside every day. Hogyha jó minőséget akarok, akkor minden nap gyakorolnom kell, hogy visszalépek önmagamba. Because the blueprint of life is in each of us. Mert az életnek ez az eredeti lenyomata, ez mindannyiunkban megvan. And very simply, this is peace, love, happiness, purity, wisdom. És ezek nagyon egyszerűek, ez a békesség, a szeretet, a boldogság, a bölcsesség. There's been a lot of pollution, right? Természetesen ezek elpiszkolódtak. With anger, with fear, with ego. Haraggal, félelemmel, egóval, beszennyeződtek. Possessiveness. A birtoklással. People mix up love and attachment a lot. Nagyon gyakran keverik össze az emberek a szeretetet a ragaszkodással. You know, when I'm too possessive of something or someone, there's no freedom left. Hogyha valamivel vagy valakivel kapcsolatban túlzottan birtokolni akarok, akkor ez azt jelenti, hogy elvész a szabadság. And when there's no freedom, there is no happiness. És ha nincs szabadság, akkor nincs boldogság. They're very closely related. Ez a két dolog nagyon közeli kapcsolatban van. And so I go inside, I recharge myself through the power of a positive thought. Tehát befelé figyelek, befelé fordulok, feltöltöm magam a pozitív gondolatokkal. And then I come out into action. És azután térek vissza kifelé a cselekedetekbe. But I need to keep, you know, checking and examining. De ezt nagyon gyakran ellenőriznem és meg kell vizsgálnom. For example, the power of spiritual love. Például a szellemi szeretet ereje. Not Hollywood type. Nem egy ilyen édeskés Hollywood type típusú szeretet. That spiritual love that comes from the soul, deep within. Ez az igazi szellemi szeretet, ez mélyen a lélekből jön. For example, one of the aspects of being really loving is tolerance. Például az igazi szeretetnek az egyik aspektusa a tűrőképesség, a tolerancia. You find that easy or difficult to be tolerant? Ez könnyű vagy nehéz tűrni? Does tolerance give you stress? Vagy a tűréstől stresszet érzünk? Is-is. Is-is. Does tolerance give you, yeah? But really, what happens though, you see, if I have the wrong understanding of tolerance, it will give me stress. Valójában, ha nem értem meg helyesen, hogy mit jelent a tolerancia vagy a tűrés, akkor ettől valóban stresszes. If I have the wrong understanding of anything, it will give me stress. De ha bárminek a megértése helytelen bennem, attól is egy stressz helyzetbe kerül. Whether it is humility, whether it is generosity, whether it is even the word love. If I have quite a wrong understanding, I'm going to have problems. I'll get disappointed. Legyen szó az alázatosságról, a nagyszerűségről, a szeretetről, bármelyiket, ha nem értem meg helyesen, akkor ez nem hoz elégedettséget. Disappointment and dissatisfaction are very big diseases at the moment.
A csalódás és az elégedetlenség, ez egy nagyon nagy betegség a mai világban. And it's much worse than the economic crisis. Ez sokkal rosszabb, mint egy gazdasági válság. Economic crisis is a it's the end product of other things that have gone wrong before. A gazdasági válság az egy végtermék, amit megelőzött valami más. But if we have wrong understanding, we apply in the wrong way any something, then definitely I'm going to get disappointed and a bit, you know, dissatisfied. De hogyha valamit nem értek meg helyesen, akkor biztos, hogy csalódást fogok érezni, és egy belső elégedetlenséget. I remember my brother when he picked me up at the airport one day. He said he wanted to have a serious talk. Az egyik nap a testvére, amikor a repülőtérről haza akarta vinni, mondta neki, hogy nagyon komolyan szeretnék veled beszélgetni. He said, "You do all these spiritual things, but I don't know if they're really useful." Én tudom, hogy te végzed ezeket a szellemi dolgokat, ezzel foglalkozol, de igazából én nem hiszek abban, hogy ez hasznos lenne. Well, I said, you know, I find them useful. They help me practically. És akkor én mondtam, hogy én hasznosnak találom, mert a gyakorlatban segített. I said, okay, I'm going to ask you a question. He was driving. I'm going to ask you a question. This is the one who was married 5 times. And I'm going to ask you a question. And I want an answer that will help me practically. És miközben vezetett, ez az a testvére, aki 5-ször házasodott, mondta, hogy feltennék neked egy kérdést, és várom rá a választ. He said, can you give me, you know, can you give me a good answer? You think you can give me an answer that can help me? És úgy gondolod, hogy olyan választ fogsz tudni adni, ami majd segít nekem? I said, I think, you know, I will try. I can. Mondtam, okay, megpróbálom. So I said, you know, what's the question? Akkor halljuk, hogy mi a kérdés, mondta neki. He asked me, you know, what's wrong with women these days? Mi a baj ezekkel a nőkkel a mai világban? I thought it was going to be a bit more spiritual, the question. Arra számítottam, hogy egy kicsit szellemibb kérdést fog föltenni nekem. And I said, you want a straight answer, a clear answer? És mondtam, hogy igazán egyenes választ akarsz, őszinte egyenes választ akarsz? He said, yes, of course. Azt mondta, persze. That's why I'm asking you. Ezért kérdezem. I said, you know, if you have a repeating problem, if you have a repeating situation over and over again, actually, you are the cause of it. És akkor elkezdtem válaszolni neki, hogy ha valójában azt tapasztalod, hogy a problémák ismétlődnek az életedben, és ugyanazok a szituációk jönnek, akkor ennek valahol te vagy az oka. He said, "What kind of answer is that? I wanted a spiritual answer." Ja, miféle válasz ez? Hát én egy szellemi válaszra vártam. I said, "Actually, that's as spiritual as I can get with you." És mondtam, hogy ez nagyon is egy szellemi válasz. You know, you keep making those choices, and those choices may be coming from quite selfish motives. And you see somebody just as somebody to use, or somebody as your comfort, somebody as your support. That is not the basis of a good relationship. És akkor elmagyaráztam neki, hogy valójában a jó kapcsolatnak nem az az alapja, hogy valakit elvárom a kényelmet, a biztonságot, hogy majd ezt megkapom tőle. You don't respect, you know? És nem él a más választási lehetőséggel, nincs tisztelt. How can things work out properly? Akkor hogyan működhetne a kapcsolat? And then he said, that's enough, I don't want to hear anymore. És azt mondta, na ennyi elég nekem, többet nem is akarok hallani. Stop trying to teach me. Azt mondja, ne próbálj engem tanítani. I said, but you asked. Mondtam, hogy te kérdeztél. So, relationship with others will depend very much on the type of relationship I'm having with myself.
Tehát a másokkal való kapcsolataink nagyban attól függnek, hogy milyen a kapcsolatom önmagammal. If I don't learn to be content, if I don't learn to be my own friend, how am I going to have that real friendship with others? Hogyha nem tanulom meg azt, hogy önmagammal barátságos legyek, önmagammal elégedett legyek, akkor hogyan tudok barátja lenni egy másiknak? Because the basis of relationship is friendship. Any relationship between mother and children, husband, wife, teacher and student, the basis of a relationship is a good friendship. Tehát bármilyen kapcsolatról van szó, legyen a szülő-gyerek kapcsolat, tanári, baráti kapcsolat, az alap mindig a barátságos hozzáállás. And the basis of that is respectfulness. És a tiszteletteljesség. If there's not respect, there will never be love. Hogyha nincs jelen a tisztelet, akkor soha nem lesz szeretet. People try to jump into love because they have a need. Az emberek azért szeretnének azonnal a szeretetbe ugrani, mert nagy a szükségletük iránta. Never works. De ez így nem működik. I have to respect, which means I accept the other how they are, not how I want them to be. Első helyen kell legyen a tisztelet, ami azt jelenti, hogy elfogadom őket olyannak, amilyenek, és nem ellenkezem, nem akarom, hogy azt olyannak legyenek, amilyennek én akarom. This is very important in dealing even with children. És ez egy nagyon fontos, főleg amikor a gyerekekkel is bánunk. Because if parents see children as an extension of themselves, they're going to have many problems. Amikor egy szülő úgy fogja fel a gyerekét, hogy az az ő kiterjedése, ez sok gondot hoz. Every soul, every human being has their own right to their individual existence. Minden egyes emberi lénynek megvan a joga ahhoz, hogy ő e szellemi egyéniségként létezzen. And one has to be able to tune into that. És meg kell tanulnunk ráhangolódni erre. But if I have not done it with myself, how am I going to do it with others? De hogyha ezt önmagammal nem teszem meg, hogyan fogom tudni másokkal megtenni? Do I know who I am? Tudom valójában azt, hogy ki vagyok én? What is my real identity? Hogy mi az igazi identitásom, önazonosságom? Do you know who you are? Tudjátok, kik vagytok? Don't say Hungarian. Nem mondjátok azt, hogy magyarok vagyunk. Who are you deeply? Milyen kik vagytok? Deeply. So not a social identity only. There's nothing wrong with social identity, but it's not the key thing. Nem csak egy társadalmi identitásról van itt szó, de nem a kulcs kérdés. Also, we have to have a physical identity, of course. Ugyanúgy van egy fizikai identitásunk is, ez természetes. It's not the main thing. De ez sem a legfőbb dolog. I have I have atheist friends. Van egy ateista barátom. I have a variety of different friends and people. And they tell me, különböző barátom van. The human beings, we are just chemical reactions through time. És mondja, hogy hát mi emberi lények, csak egy kémiai folyamat. I said, really? That's all you think you are? És mondtam, hogy tényleg úgy gondolod, hogy te csak kémiai folyamatok összessége vagy? Ah. You know, I mean, what about, you know, that's how you think your children are? This is how you think others are? I mean, think about it. I'm just a chemical process. De csak gondolkodjál rajta, hogy te is, a családod, a gyerekeid, mindenki csak egy kémiai folyamat lenne körülötted. I said, it's the most limited, narrow thing I've ever heard. Mondtam, hogy ez a leginkább bekorlátozott dolog, amit sosem hallottam. But you know, usually these statements are a reaction to the dogmatic religious things that have happened, you know? De nyilván van egy csomó olyan vallásos, dogmatikus megállapítás is, amiből ezek a gondolatok fakadnak. Because with these friends we went to a Catholic school, you know, a boys school, you know, and so you had to believe all the things, you know, that they taught you.
Amikor ez a barátja egy nagyon szigorú katolikus iskolába járt, ahol mindent, amit beletápláltak, el kellett fogadnia úgy, ahogy mondták neki. But you know, and they tell me, you know, they say God is like this, and heaven is like this, and hell is like this, and yeah. I said, maybe they're wrong. Maybe they've got a wrong understanding. But doesn't mean that, you know, spiritual things don't exist in themselves. But maybe they have wrong information about it. És akkor mondta, hogy azt tanították nekem, hogy mi a pokol, mi a mennyország, meg egyáltalán, hogy mi történik a világban. Said, yeah. És mondta, hogy nem biztos, hogy jól mondták. Heaven and hell, where is it? És akkor beszéltünk arra, hogy pokol és mennyország, mi ez? And here it begins. Ez valójában a fejünkben kezdődik. Hell, when you can't trust anybody, when you don't communicate properly, when there's violence in words and actions, this is hell. Hát a pokol az, amikor nem kommunikálunk helyesen, nem bízunk senkiben, erőszakot alkalmazunk, a poklot ez jelenti. Hell's down here, heaven's up there. All the Catholics go to heaven, all the others with another label go somewhere else. Tehát nem arról van szó, hogy a mennyország az odafönt van, a pokol itt lent van, a katolikusok a mennyországba mennek, a többiek a pokolba égnek. A label comes from having too much social identity. We have to return to our spiritual identity. És ez a felcímkézés, ez egy társadalmihoz identitásból fakad, de nekünk egy szellemi identitással kell rendelkezni. And when I return to my spiritual identity, I will have another vision towards others because they also have a unique existence. I respect the unique existence of the others as well. És hogyha visszatérek a szellemi identitáshoz, akkor a másikat is egy különálló egyéni lénynek tudom látni. And within all, each of us there are the natural resources that if we are able to go in them and go beyond the pollution, we are able to raise our consciousness. És mindannyiunknak megvan ez a szellemi erőforrása, hogy amikor ezt el tudom érni, ezzel felemelem a tudatosságomat és a többit is segítem. We are in many problems now, many crises. Most nagyon sok krízis helyzet van, sok probléma. How do I get out of it? De hogyan tudok ebből a válságból kilábalni? Can I? Tudok egyáltalán? Can you? Igen, tudtok? Can you? Yes, of course. Igen, természetesen. Yes. You have to change consciousness. Ahhoz, hogy kilábaljak, a tudatosságomat kell megváltoztatni. Einstein said a very famous thing. You know, he was a spiritual person. He was a scientist, but quite spiritual. Találkoztam egy tudóssal, aki mindemellett szellemi volt. And he said that something about you can't solve a problem with the same consciousness that created that problem. És ő azt mondta, hogy mindaddig nem lehet megoldani egy problémát, amíg ugyanazzal a tudatossággal állok a dologhoz. Yeah, so all the countries, like in Greece, they're making this law, that law, you know, because of the crisis. Nothing's working. Nothing is working. Mint például Görögországban is, ugye ő most ott él, hogy a sok krízis, és próbálkoznak, de nem működik ez a hozzáállás. Because? The ministers are still corrupt. Ezek a törvények azért, mert legtöbb miniszter korrupt. The tax collectors, they're still the easiest people to bribe. És ugyanúgy az adórendszerekkel visszaélnek az emberek. So how can, you know, laws, external policies will not change anything until consciousness and values really change. Hát a külső törvények, különböző hivatkozások, szabályok nem fogják megoldani a problémát mindaddig, amíg a belső gondolkodásunkban nem jön létre változás. And now is the time where the individual, each individual has power, if they want to tap it.
It's not time to depend on external systems to create my well-being. És most valójában minden embernek megvan a lehetősége ezt a belső erőforrást megtalálni, függetlenül attól, hogy kívül mi történik. Because you know, if I complain or I feel I can't do anything because of some external system, I stay stuck where I am. Hogyha úgy gondolom és arra hivatkozom, hogy azért nem tudok dolgokat megoldani, mert a külső helyzet olyan, akkor leragadtam. There's always a way. De mindig van valami megoldás. Go in and connect with my spiritual identity. Ezért fontos, hogy befelé figyeljek és megtaláljam a szellemi identitásomat. When I do that properly, hogyha ezt helyesen tudom megtenni, I will be able to live socially. Akkor leszek képes szociális módon is. What does that mean? Élni. It means, you know, I have to have a lot of discernment and a lot of wisdom when dealing with the outside reality. És ezt akkor ehhez, hogy ezt meg tudjam oldani, nagyon nagy megkülönböztető képességre van szükségem, hogy elbánjak a külső dolgokkal. Always it's been like this, you know. Always it's been situations like this. Szituációk mindig lesznek, you know? Amik hasonlóak ehhez. Have you heard of Francis of Assisi? Hallottatok Assisi Ferencről? Yes. Italy at that time and the church at that time was so corrupt. No, hardly any spirituality. Olaszországban az egyház olyan korrupt volt ebben az időben, semmilyen szellemiség nem létezett. But he didn't complain about the church or the priests or the bishops or anything like that. He didn't do that. De ő nem a templomról, a püspökökről vagy egyéb vallásos elemekről panaszkodott. He went back to the essence of the teachings that he believed in. Ő visszatért azokhoz azoknak a lényegéhez, yeah. Amiben ő hitt. And he worked on himself to be like that. És elkezdett azon dolgozni, hogy ő is olyanná váljon. So it's no use saying, oh, they are not loving, they are not patient, they are not sweet. Let me do it. Let me be. Do I have that courage? Nincs értelme arról panaszkodni, hogy a másik nem tisztel engem, vagy nincs benne szeretet. Próbáljam meg ezt én magam adni. Van ehhez bátorságom, hogy én olyan legyek? Well, I prefer complaining. De sokkal inkább szeretünk panaszkodni. If we keep complaining, it means we're not wanting change. Valójában, ha túl sokat panaszkodunk, az oka az, hogy nem akarunk változni. And it's easy to say, because of my mother, because of my father, because of the country, because of the economics, because it's easy to say this. Nagyon könnyű azt mondani, hogy azért, mert ilyenek voltak a szüleim, vagy ilyen volt az állam, ilyen a kormány, ilyen a szabályok, azért vagyok én, ilyen me. Vagy olyan. Up to me. De ez tőlem függ. I can do, I can be, I can change, I can make things better. Képes vagyok megtenni, képes vagyok változni, képes vagyok a dolgokat jobbá tenni. Yes, it needs courage, it needs patience. Szükség van a bátorságra, a türelemre. A lot of patience. Nagyon-nagyon sok türelemre van szükség. And it needs trust. De szükségem van a bizalomra is. People have lost trust a lot, eh? De az emberek zöme elvesztette a bizalmat. Trust in themselves, trust in others, trust in God, many things. Nem bíznak magukban, Istenben, semmiben. And others, sokan, to lose másokban trust. Sem. I mean, there may be good reason. I mean, often people's, when trust is misused, it's very easy to be disappointed and not to trust again, you know? Természetesen valami oka van annak, hogy elvesztettük a bizalmat, mert visszaért valaki a saját bizalmunkkal, tehát ilyen helyzet van. But let me not be colored by the past. Let me learn from the past. De ne hagyjuk, hogy a múlt eseményei színezzenek be, a múltból csak tanuljunk. Some people, oh, this happened in the past. This happened. I trusted this one. There's a
You know, and I develop a fear. Könnyen visszatérünk a múltba, hogy valaki ezt tette velem, azt tette, és rögtön jön a félelem is vele. But if I can learn rather than regret or be afraid, I can move. Tehát tanulnom kell, ahelyett, hogy megbánjam a dolgokat, fel kell ismernem, hogy tudok haladni előre. It depends on our reactions. De ez attól függ, hogy én hogyan reagálok a dolgokra. Regret of the past, guilt. Bánom, amit tettem, vagy bűntudatot érzek. Resentment. Vagy sajnálom, hogy megtörtént. Bitterness. Keserűség van bennem emiatt. Or, vagy azt választom, hogy the lesson I learned. Milyen leckét tanultam ebből az eseményből. Makes a big difference to your present consciousness. És ez egy nagyon nagy különbséget hoz létre a jelen tudatosságomban. What was the lesson I learned? Milyen leckét tudtam abból megtanulni? Or you think you don't have lessons to learn? Vagy úgy gondoljátok, hogy nincs is semmilyen lecke, ami a múltból tanulható? I'm okay. The other person is the problem. Én teljesen oké vagyok, a másikkal van a probléma. So this is, you know, so going inside to my spiritual identity, then I come outside. Not that I stay in there, but I stay in there to empower, to clear, see clearly, and come out again. Visszatérek a szellemi lényemhez, de nem maradok ott örökre, hanem belül feltöltődöm, és utána térek vissza a külső eseményekhez. For example, what we said before, tolerance. I practice tolerance, but I can be disappointed. Például, ahogy ezt előbb is említettük, elkezdem gyakorolni a türelmet, de mi van, ha csalódás ér? But maybe my understanding of it has been very limited. Lehet, hogy a dolggal kapcsolatos megértésem korlátozott. That I have to put up with something I don't like. I have to put up with it. I have to put up with it, and I mustn't say anything. I just have to put up with it. Azt érzem, hogy ezt abba kell hagynom, ezt vagy azt erőszakkal meg kell, el kell tűrnöm, el kell viselnem. Is this tolerance? De vajon ez lenne a tűrőképesség? Ez lenne a tűrés? No, definitely not. It's suppression. Ez egyáltalán nem a tűrés. Ez amikor elnyomom magamba a dolgot. It's like an emotional bomb waiting to go off. És ez olyan, mint hogyha egy érzelmi bomba várna bennem arra, hogy felrobbanhasson. So, but I practiced wrongly because I understood wrongly. És azért gyakorolom helytelenül, mert nem volt helyes a megértésem. And sometimes it's not because I'm tolerant, it's because I don't have the courage to speak clearly. De legtöbbször az van a háttérben, hogy nincs bátorságom ahhoz, hogy világosan kifejezzem magam és világosan beszéljek. I'm not really being tolerant. Nem igazából vagyok tűrőképes. I don't have courage. Nincs bátorságom. But anyway, tolerance is, you know, respect difference. A tűrőképesség azt jelenti, hogy tisztelem a másságot. I have to accept the others as they are, not as I want them. El kell fogadnom a másikat olyannak, amilyen, nem olyannak, amilyennek én akarom, hogy legyen. If some things that it's very important this, but ez egy fontos dolog. And also if they're not doing some, if they're doing something that is always, you know, sort of stabbing me. Tehát ha valami olyat tesznek, amivel mindig piszkálnak engem. I can still accept them as souls, but I have to stop their actions. Akkor is el kell fogadnom őket egy léleknek, de a tevékenységét le kell állítanom. It's not a matter to dislike them or hate them or anything like that. But nem kell azonnal gyűlölnöm, vagy nem szeretnem őket emiatt. I can put a limit. De a határt meg kell szabnom. This, you know, this is enough. Hogy ennyi elég. But you don't do it with a bad feeling, you know? But if you suppress yourself, when you do it, you'll do it with a bad feeling. Tehát a különbség az, hogy ezt nem egy rossz érzéssel teszem, míg ha elnyomtam magamba, akkor ahhoz egy rossz érzés is társul.
See, we need this understanding. You know, otherwise, things we think they are black and white, and it's not like this. A megértésre szükség van, mert különben úgy gondolkodunk, hogy fekete vagy fehér. So I don't put a limit because I reject or dislike the person, but I don't want. I mean, I'm not happy with that behavior. Tehát nem azért kell a korlátot vagy a határt szabni az illető cselekedetének, mert nem szeretem, hanem meg akarom állítani a helytelen tevékenységét. And I can have the courage to say that, but not keep a bad feeling. Meg a bátorságom megvan ahhoz, hogy ezt világosan megmondjam neki, de minden rossz érzés nélkül. Of course, I have to expect that they may react. Persze azt is el kell fogadnom, hogy ők lehet, hogy erre viszont fognak reagálni. Some people don't want any limits because they think they're right, you know? Sok ember nem tűri el a határt, mert úgy gondolja, hogy neki igaza van. But I have to have enough non-aggressive self-respect to say, you know, at the moment this is annoying me. Tehát kell, hogy egy erőszak nélküli öntisztelet legyen bennem, és meg tudjam mondani, hogy jelen szituációban ez nagyon zavar engem. But you know, but you can only do that if you don't dislike. If you dislike, you won't be able to do it. Hogyha ott van a nem szeretem érzés bennünk, akkor ezt nem fogjuk tudni világosan megmondani nekik. And so to get power to do all this, hát, ahhoz, hogy ennek a megtételéhez erőt vegyünk, go into silence, meditate, you know, go inside the self and connect with my original peace. Peace is a big power. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani, a csendbe kell fordulnunk, befelé figyelni, és feltöltődni. A csendnek óriási ereje van. Inner peace. A belső békének. Inner peace will make me balanced, makes me stable. Ami egyensúlyba helyez, stabillá tesz. Makes me clear. Világossá. It recharges. És feltölt. Love is a big thing. It requires more power. A szeretet az egy nagy dolog. Ahhoz nagyon több erőre van because szükség. You're interacting with different people. Ami főleg akkor, amikor más emberekkel kerülünk kapcsolatba. Peace, you just need you. A béke az csak nekünk van szükségünk. Yeah, a good relationship with your mind, you know. Ilyenkor jó kapcsolatban vagyunk a tudatunkkal, ha békések vagyunk. This relationship has to be firm. Ennek viszont nagyon szilárdnak kell lenni. We have bad relationships with others because we're not fulfilled, and then we are expecting and we are demanding. Másokkal való kapcsolatunkat az rontja meg, hogy nem azt kapjuk, követelőzünk, és nem azt kapjuk, amit akarunk, akkor. And when we're very dependent on other people, és amikor másoktól nagyon függünk, we can easily get into anger or disappointment when they don't do certain things. Akkor nagyon könnyen haragosak leszünk, ha nem azt teszik, amit akarunk. A true relationship, a true friendship is not violent. You may have disagreements, but you're not violent. Egy igazi kapcsolatból hiányzik az erőszak. Lehet, hogy bizonyos dolgokban nem értünk egyet, de az erőszak eltűnik egy jó kapcsolat. In a good relationship, a good friendship, you can agree to disagree, but you don't, you know, insult and reject and get moody. Egy jó baráti kapcsolatban van, amikor egyetértünk, van, amikor kevésbé, de ettől nem borulunk ki, ettől nem utasítjuk el a másikat. Nem leszünk morcosak emiatt. Or do you get upset if somebody doesn't agree with what you want or what you say? És attól sem borulunk ki, ha valaki nem ért egyet azzal, amit mondunk. A good friend allows you to disagree. Egy jó baráti kapcsolat megengedi, hogy ne értsünk egyet. A good friend can say things to your face. Egy jó barát a szemünkbe tudja mondani a dolgokat. Because they can see the good quality, but they see a few other things. Mert a jó minőséget látják feltétlenül, de még néhány más dolgot is. Isn't it always good to tell somebody something
rather than not saying anything but then telling somebody else? Vajon az egy jó dolog, hogy valakinek nem mondom meg a szemébe, de inkább helyette másnak beszélek arról? Gossip is not productive. A pletykálkodás soha nem produktív. Is it? Ugye? Because if I tell something to a person to their face, I'm giving them an opportunity to understand something maybe they don't understand, they don't realize. Hogyha valamit valakinek a szemébe mondok, akkor egy lehetőséget adok neki arra, hogy felismerjen dolgokat, amit azelőtt soha nem vett észre. But if I say it behind their back to somebody else, de hogyha ezt már a háta mögött mondom el valakinek, very bad relationship when I do that. Akkor nagyon rosszá válhat a kapcsolat. Okay. Also, how I say it should not be accusing and aggressive. It should be, you know, quite neutral, quite peaceful. Az is fontos természetesen, hogy hogyan mondom el ezt a másiknak, hogy ezt békésen, semlegesen tegyem. It depends on the type of relationship I have. If my relationship is very good, I can usually be more blunt. Blunt. Clear, very clear. Ja, igen. Minél jobb egy kapcsolatom, annál világosabban elmondhatok mindent úgy, ahogy van. If your relationship is not so good with somebody, you've got to be very polite, you've got to be very careful, you know, you've got to go around this way, you know. Hogyha a kapcsolat nem igazán jó, akkor próbálkozunk azzal, hogy egy kicsit udvariasabbak legyünk, próbáljuk a dolgokat megkerülni, hátrébb lépni, körbejárni. You know, in English, I don't know if you have it in Hungarian, but in English you say, it's like walking on eggshells. Mm-hmm. Az angolban van egy olyan mondás, hogy ez olyan, mintha tojáshéjon sétálnék. We say, we are dancing on this. Dancing on eggshells, yes. Yeah. Not just walking, dancing. Yes, you've got to be, you know, very careful, yeah? Tehát nagyon óvatosnak kell lennem, mintha tojáshéjon táncolnék. So, remember, relationship requires a very, very, very deep respect for yourself and for others. Because if I don't have a respect for myself, I start to depend on others. Tehát egy jó kapcsolathoz nagyon fontos a tisztelet, és ez a tisztelet legelőször önmagammal kezdődik. Ha ez nincs, akkor másokat sem tudok tisztelni. Three relationships with myself. Tehát három fő kapcsolat van önmagammal. I must always turn inward to my natural resources. Amiben nagyon fontos, hogy mindig az eredeti forrásomhoz kapcsolódjak. Especially the first one, number one, peace. És különösképp az elsőhöz, a békéhez. Very deep inner harmony. Egy nagyon mély harmóniában. Free. If you're peaceful, I'm free of waste thoughts. Amikor békés vagyok, az összes haszontalantól szabaddá válok. First relationship with myself. Tehát az első kapcsolódás önmagamhoz. Next. A következő. Vertical movement. I plug in to the supreme source of peace, of love. Egy függőleges kapcsolódás, amikor a békének, a szeretetnek a forrásához kapcsolódom. So the supreme source is also like the reservoir of very pure love, very pure peace, and I need also to connect with that. És ez a forrás, ez olyan, mint hogyha a békét, szeretetet tárolná, és ehhez is tudok kapcsolódni. The eternal friend, the eternal parent. Az örökkévaló baráthoz, az örök szülőkhöz, and democratic. Szülőhöz, és ő demokratikus. It doesn't look at labels. Ő nem a címkéket nézi rajtunk. God doesn't look at labels. Isten soha nem címkéz fel bennünket, vagy azt nézni, you're a Hindu, you're my favorite. Hogy azt mondaná, hogy ó, te egy hindu vagy, akkor te vagy a kedvencem, vagy doesn't work like katolikus, vagy bármilyen más vallás, ő nem így működik. Doesn't work. What is required? Something is required there. Bár valamire szükség van, mire van szükség? Sincerity, sincere motive. Ez a kapcsolódáshoz arra van szükség, hogy őszinte legyen a motivációm. That's all I need to plug in. És ezért kell ezt a kapcsolódást létrehoznom. It's personal,
it's quiet, it's incognito, up to me. Ami teljesen személyes, csendes és egyéni, ez teljesen tőlem függ. But the proof that I have plugged in is, of course, the change in my behavior. I have much more kindness and respect in my behavior. A kapcsolódásnak az a bizonyítéka, hogy sokkal kedvesebb lesz a viselkedésem, a magatartásom. It's not a dependence, it's a relationship. Tehát ez nem egy függő kapcsolódás, ez egy kapcsolat, nem egy függés. People only think of God when they're desperate or depressed or something. It shouldn't be like this. Az emberek legtöbbször akkor fordulnak Isten felé, amikor depressziósak vagy valami nem működik. This is not a relationship. Nem kéne lenni, mert ez nem egy igazi kapcsolódás, vagy nem egy igazi kapcsolat. Because also, besides this partnership, I am responsible for my life. I've got a mind because I'm supposed to think, you know? De mindemellett, a partneri kapcsolat mellett a saját felelősségem is ott van, nekem is gondolkodnom kell. And then the third point of relationship is the other. És a harmadik kapcsolódási pont, amikor másokkal hozunk létre kapcsolatot. What's the other? És kik azok a másikok? People. Az emberek. Time. Az idő. Nature. A természet. Matter. Az anyag. Money. A pénz. Facilities, everything. Különböző adottságok, lehetőségek. If my consciousness is right, I will treat all these things respectfully. Hogyha a tudatosságom helyes, akkor mindezekkel tisztelettel fogok bánni. Why are there upheavals in nature a lot lately? Az utóbbi időkben miért van annyi felfordulás a természetben? Because we have human people have not treated nature properly, not respectfully. Azért, mert az emberek nem tisztelettel bántak a természettel. They've interfered too much, and she's lost her balance a bit. Túlzottan beavatkoztak, és emiatt elveszett az egyensúly a természetben. Why are there economic crises everywhere in the world? Miért van a világon mindenütt gazdasági válság? Money has been misused. Mert a pénzzel visszaértek. Has not been respected. Nem tisztelték. The security for my being is not money or material things. Ez a belső biztonság érzetem nem jöhet a pénzből vagy bármilyen anyagi dologból. The purpose of life is not to accumulate more and more and more and more at the expense of others very often. Az élet célja nem az, hogy anyagi dolgokat halmozzak fel és minél többet gyűjtsek be belőle. Time, you know, people say, oh, I have no time. People say, I'm stressed. You know, time is not enough. Yeah, az idővel kapcsolatban mindenki azt mondja, nincs időm, nem elég az idő számomra. Time has not been valued properly. És ez abból jön az idő miatti stressz, hogy nem jól bántam az időmmel. A big problem now in human life is loneliness. Eh? Az emberi életben egy nagy problémát jelent a magányosság érzése. And creates lots of depression. People feel very isolated. És nagyon sok depressziós ember van, elszigetelődnek egymástól. I'm not saying it's the only reason, but one of the big reasons for this is that the relationships, when they were available, well, they were not respected or appreciated. És nem feltétlenül csak ez volt az oka, de egy biztos, hogy közrejátszott a mostani helyzethez, hogy az emberek nem bizonyos dolgokat nem méltányoltak korábban. A person with a very strong ego will eventually feel very isolated. És az a személy, akiben nagyon nagy az ego, az feltétlenül el fogja izolálni magát, elszigetelődik. You know, so how do I face the other, whatever that other may be, you know? What is my relationship? And it's important to be respectful on a daily basis, eh? Not just when something goes wrong. De hogyan kell a hozzáállásomat másokkal megjavítani? Ezen naponta kell dolgoznom, nem csak akkor, amikor már teljesen elromlott. I remember my mother telling us all the children, she had five children, she said, you know, look,
don't give me flowers, don't give flowers at my funeral. Ők öten vannak testvérek, és a mamája szokta mondani, hogy ne hozzatok nekem virágot a síromhoz. Bring me flowers every day whilst I'm alive. I prefer it. Sokkal jobban szeretném, ha minden nap az életemben hoznátok a virágot a házamba. I prefer, you know, that love and that respect is shown now. Don't wait till I'm dead. Ne várjátok meg, amíg meghalok, és majd akkor adjátok szeretettel a virágot, hanem mindezt addig adjátok nekem, amíg életben vagyok. That's true, isn't it? És ez igaz, igaz? Yes. Often people cry a lot at funerals because they have a lot of regret that they should have appreciated the person more when they were alive. Sokszor az emberek azért sírnak a temetésen, mert megbánták azt, vagy megbánják azt, hogy amíg megtették volna, nem tették meg bizonyos dolgokat. So, these are some basic principles, you see. Tehát ezek is nagyon alapvető alapszabályok. And these are, you know, they're spiritual, but that is what creates the quality of human life. Yeah? Ezek olyan értelemben szellemiek, hogy mi az, ami minőséget hoz az életembe. You know, you don't have to get into philosophy and theology. You just how do I think daily? How do I feel? How do I behave? Nem kell teoretikus elméletekbe bocsátkoznunk, csak azt kell megvizsgálni, hogy hogyan gondolkodom, hogyan beszélek, hogyan viselkedem. Let there be no disrespect or violence. És ne legyen bennünk tiszteletlenség vagy erőszak. Care for the self, care for others. Legyünk óvatosak, gondosak önmagunkkal és másokkal is. Daily. Naponta. Not just Christmas time, no? Nem csak karácsonykor, naponta. So, these are some of the basic principles, but now just finish with how do I go in and empower myself with positive thought. Most azzal szeretnék befejezni, hogy hogyan tesszük meg ezt a befelé figyelést, és hogyan tudom a pozitív gondolatokból, hogyan tudok erőt venni. Thought energy is very powerful. Mert a gondolati energia nagyon erőteljes. The discoveries we see in science, thought, somebody thought how to do things. Mindig a betegségek mögött is a gondolat van, ahogyan gondolkodom. Music, culture, you know, the first it was an inspiration and then it created a thought. A zene, a tudomány, bármi, az ösztönzés, thoughts, az mindig a gondolatból indul el. And feeling. És az érzésekből. Hate. Vagy a gyűlölet, war, például a háborúk. Jealousy. A féltékenység mögött, ami van. Love, a szeretet, sweetness, az édesség, kedvesség. First begin with a thought. Ez mind a gondolattal kezdődik. So what we do in the what we do in silence is try to create that positive thought where I go in and release very positive energy in my consciousness. De hát amit megpróbálunk ebben a csend gyakorlatban, hogy befelé figyelünk, ebből ezzel a pozitív gondolattal felszabadítunk egy energiát. Because thought creates feelings and then attitudes. Mert a gondolat hozza létre az érzést, és ebből következik a viselkedés. For example, you say, I am angry. Például, amikor azt mondom, hogy dühös vagyok. You say this sometimes? Szoktuk néha azt mondani? Yes. I am stressed. Vagy, jaj, olyan stresszes állapotban vagyok. I am desperate. Ki vagyok merülve. I am fearful. Nagyon félek. I am lonely. Egyedül érzem magam. I am not appreciated. Senki nem fogad el. Many things, right? Sok ilyen gondolatunk van. So we do it anyway, yeah? De bárhogy is tesszük. And we keep creating that consciousness, eh?
ezekkel a gondolatokkal teremtjük meg a tudatosságot. So let me take now my thought in another direction to empower me, to recharge me. Fordítsam el a gondolataimat egy olyan irányba, amik feltöltenek, megerősítenek. Those types of negative thoughts are always discharging me. This is why we are so tired at the end of the day. Ezek a típusú negatív gondolatok teljesen kimerítenek, és ezért fáradunk el a nap végére. That's why we discharge ourselves. Teljesen lemerítjük magunkat. Because the thought then brings certain feelings, right? Mert az különböző típusú gondolat hozza az érzést. Educate my mind now. Tehát kezdjem el oktatni a tudatomat. For example, I am peace. Például, amikor azt mondom, hogy én a béke vagyok. I am a spiritual being. Egy szellemi lény vagyok. I am a soul. Én a lélek vagyok. I am free. Szabad vagyok. I relax. Ellazulok. You know? If you're concentrated on that thought, it starts to create that consciousness and feeling. Hogyha koncentrálok erre a gondolatra, akkor elindul a felszabadulás és az érzése. The negative thoughts do exactly the same thing, but we don't need any education. I mean, it's very quick and very, it's a habit. A negatív gondolatokkal kapcsolatban nem kell oktatni magunkat, az nagyon gyorsan jön magától is, arra nem kell figyelni. No courses necessary. Ahhoz nem kell kurzust végezni, hogy a negatív gondolat jöjjön. Everybody knows. Ezt mindenki ismeri. But positive thought. De a pozitív gondolaton dolgozni. To re-educate. People say, oh, can it really be true? I can be peaceful just with a thought. És elgondolkozom, lehetek én tényleg békés attól, hogy csak egy gondolatom van? You can start, yeah, but of course, it's not only the thought, then it's my actions, the way I speak, also I have to look at those, but when I'm sitting and wanting to empower my mind, I begin with those thoughts, and I go in. De természetesen nem csak a gondolatra van szükség, ugyanúgy a szavainkra, a cselekedeteinkre is, de amikor befelé figyelek, akkor ennek a hatása egy másik típusú érzés lesz. Very important to learn to observe my mind, because otherwise my mind is like a wild horse, goes in many directions. Fontos, hogy megfigyeljem a tudatomat, mert különben úgy viselkedik, mint egy vadló. They say in India, that the mind is like an elephant. Indiában néha azt is szokták mondani, hogy a tudat olyan, mint egy elefánt. Elephants are the strongest mammals, you know, they're very strong. Az egyik legerősebb állat az elefánt. And usually they're quite gentle, you know, they're not aggressive. És általában gyengéd, de nem igazán agresszív. And they do a lot of work, actually. És rengeteg munkát végez. But if you upset an elephant, de ha kiborítunk egy elefántot, you must be nowhere near them, you know? akkor ott nem marad semmi éppen. They just destroy everything in their path. Ami körülötte van, képes mindent lerombolni. That's what they say about the mind. És ezt mondják a tudatra is, hogy ilyen. Make sure that the mind serves you, and that you are not dominated by the thoughts of your mind. You should be able to coordinate your mind. Tehát higgyük el, hogy a tudatunkkal is lehet bánni, és koordináljuk, hangoljuk össze who's a gondolatainkat. De ki a főnök? Who's the boss inside you? Belül bennünk. Ki a főnök? You or your mind? A tudat vagy én? And yes, I should be. Nekem kéne, hogy a főnök legyek. I create my thoughts. I should be in that situation. Tehát a gondolataimat nekem kellene minden esetben megteremteni. Because if it's the other way around, it's like the wild elephant. Mert ha ez fordítva történik, hogy a tudat hat rám, akkor olyan vagyok, mint egy vad elefánt. That's why we get stressed. És a stressz mögött ez az ok.
We're not the masters of our minds. Hogy nem tudjuk uralni, nem tudunk a tudatunk mestereivé válni. Yeah, again, there's another saying in English. You may have it in Hungarian also, but they say about fire. Fire is a good servant, but a very bad master. Van egy angol mondás, hogy a fire is a bad master, but a good servant. Ja, hogy egy rossz mester, de egy jó szolgáló. Because if you can control fire, you know, it corks, it does many things, but if the fire is out of control, it destroys. Mert ugye egy csomó hasznos dolgot csinálunk a tűzzel, főzünk, stb., de amikor a tűz elterjed, rengeteg rombolást végez. So, thoughts. És ugyanígy a tudatban, a gondolatokkal. The feelings that come. És az érzések, amik ebből jönnek. Very important to be master. Fontos, hogy mestere legyek ezeknek. Okay, we'll try an exercise now. Megpróbálunk most egy gyakorlatot ezzel kapcsolatban. A silence exercise. Egy csend gyakorlatot. With turning in here, I'm a soul. We sometimes use the Indian word Om Shanti, but it doesn't have to be, but Om I am, Shanti peace. Néha ennél a gyakorlatnál szoktuk használni az indiai szót, hogy Om Shanti, ami azt jelenti, hogy békés lélek vagyok. But it's not the words so much, it's the thought, what they mean, you know, that's the important thing. De nem annyira a szó a fontos, hanem a jelentése, ami mögötte van. So, concentrate on yourself here, on the third eye. Tehát koncentráljunk a homlokunk közepére, a harmadik szemre. If you have a point where to concentrate, what ez happened? Ez egy kicsit túl sötét. Then you are able to concentrate more easily if there's a point of reference. Tehát, hogyha van egy referenciapont, hogyha a szemünk nyitva van, akkor könnyebben tudunk koncentrálni. I'll just say some words that can guide you into concentration. Anthony fog mondani néhány szót, ami a gondolatainknak egy vezérfonalat ad. So just relax. Tehát csak lazuljunk el. Just relax. I relax my body. Ellazítom a testemet. I relax my legs. Ellazítom a lábaimat. My shoulders. A vállaimat. And I relax my breath. És ellazítom a légzésemet. I relax my breath. Ellazítom a légzésemet. And I relax my mind. És ellazítom a tudatomat. And I begin my journey into silence. És megkezdem a csendbe való utazásomat. The journey to meet my original self. Egy olyan utazást, hogy találkozzak önmagammal. Who am I? Ki vagyok én? What is my identity? Mi az identitásom? As I go deeper and deeper inward. És ahogyan egyre mélyebbre és mélyebbre megyek befelé. As I concentrate my thought. Ahogyan koncentrálom a gondolataimat. I remember. Emlékezem. I remember my spiritual identity. Emlékezem a szellemi önazonosságomra. Om Shanti. I am a spiritual being. Én egy szellemi lény vagyok. I am a soul. Egy lélek vagyok. A point of light. Egy fénypont. I am peace. A béke vagyok. I am peace. Béke vagyok. As my thought,
So my consciousness. Amilyen a gondolatom, olyan a tudatosságom. And I feel this peace and this harmony flow through all my being. Érzem, hogy ez a béke és harmónia átjárja az egész lényemet. Om Shanti, Shanti. I the soul. Én a lélek. Eternal being. Egy örökkévaló lény. I am peace. A béke vagyok. Peace. Béke. Is freedom. Szabadság. Contentment. Elégedettség. Stability. Stabilitás. I remain in this consciousness. Ennek a tudatosságában maradok. Peace and tranquility. A béke és a teljes nyugalom állapotában. Om Shanti. Shanti. Peace. Béke. Harmony. Harmónia. Silence. És csend. I am a soul. Én egy lélek vagyok. I am peaceful. Egy békés lény. I am peaceful. Békés vagyok. I am free. Szabad vagyok. I am full. És teljes vagyok. I remain in this consciousness. Ennek a tudatosságában maradok. Peace. A béke. Harmony. Harmónia. Silence. És csend. And with one thought, és most egyetlen gondolattal, one concentrated thought, egyetlen koncentrált gondolattal, I connect to the supreme benevolent source. Összekapcsolódom a legfelső jótékony forráshoz. The one who is pure love. Aki a tiszta szeretet. Pure peace. Tiszta béke. A light. És fény. The eternal friend. Az örökkévaló barát. And I remember. És emlékezem. I remember this original friendship. Emlékezem erre az eredeti barátságra. Love. A szeretetre. Light. Fényre, peace. A békére. I am connected. Összekapcsolódtam. And I receive the current. És átjár az áram. Love. Szeretet. Light. A fény. Peace. A béke. From the eternal parent. The eternal friend. Az örökkévaló szülőtől, az örökkévaló baráttól. I remain in this consciousness. Ebben a tudatosságban maradok. Light. A fény. And silence. És csend. Silence. Csend. Peace. Béke. And silence. És csend. Silence. Csend.
Shanti.